Kedves Anami, köszönöm szépen az Anami programot nektek, nekem és a környezetemnek is nagyon sokat segít a fejlődésünkben. A kérdésem az lenne, hogy mióta vegánul étkezek és egyre több zöldséget magukat eszek, vagy a növényi sajt, tofu, nem tudom mitől van pontosan, de azt veszem észre, hogy sokkal szélesebb vagyok, ami sokszor azért elég kellemetlen. Szélesebb, bocsánat, nem szélesebb, szélesebb. Ez a növényi táplálkozás természetes velejárója, vagy lehet ez valahol, vagy lehet ezen valahogy javítani? Nagyon szépen köszönöm. Ó, drágám, de nagyon jó kérdés. Szerintem ez egy szuper jó kérdés. És egyébként ezt a kérdést már többször is hallottam a vegán étrenddel kapcsolatban. Sőt, voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy amíg húst ettek, addig nem volt semmi bajuk, és amikor átálltak a vegán táplálkozásra, akkor szélesebbek lettek, puffadtak, és hogy ez azt jelenti, hogy a vegán étrend rossz, és ezért abba kell hagyni, és abba is hagyták. És fontos tudnotok, és érdemes mindig ezzel kezdenem, hogy én nem vagyok dietetikus, és ez nem igazából, ez nem egy szakértő tanácsa, amiről én most beszélni fogok. Amit tudok, azt a saját, tulajdonképpen saját magamról tudok beszélni nektek, mert mindig az a hiteles. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy én már eleve nagyon súlyos betegen születtem, és nagyon hamar vérzővastagbélgyulladásom lett a többi súlyos betegség mellé. Ez is egy gyógyíthatatlan betegség, az a poén benne, de akkor nekem már volt bőven mindenféle betegségem. Viszont ez 10 évesen derült ki, viszont ez már 10 éves koromban leesett nekem a tantusz, hogy ez egy emésztő szervi megbetegedés, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszek. És elkezdtem kísérletezni azzal, hogy mit tegyek. Úgyhogy tulajdonképpen 10 éves koromtól ezen pörgök, hogy mit is jelent az egészséges táplálkozás. Azért, mert ennek súlya van, ennek következményei vannak. Nagyon hamar megtanultam azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit töltök a testemben. Mert igazából én olyan családban nőttem föl, ahol nyilván a húsevés volt normális. Tulajdonképpen ez a fehér kenyér, felvágott hús, krumpli, hús, rizs kombó volt. Nem tudom, hogy tudtok-e vele azonosulni, szerintem igen. Na hát igen, így nőttem fel én is, mint az átlag. És azt gondoltam, hogy a hasfájás az ugyanúgy velejárója az étkezésnek, mint mondjuk a papírszalvéta meg az evőeszköz. De aztán rájöttem, hogy nem. De hát ez már az én utazásom része volt, ahogy elkezdtem felfedezni azt, hogy mit kéne enni. Úgyhogy én 16 éves korom óta nem eszem húst, és nem tudom pontosan hány éve vagyok vegán, de majdnem kb. Ennyi. Ja, és hogy lássátok, 48 éves leszek. Mikor is? Milyen hónap van? Na mindegy, szóval három hónap, áprilisban 48 éves leszek. Úgyhogy ez a 16 éves korom, ez azt jelenti, hogy 32 éve nem eszem húst, és nagyon régen vagyok vegán. Úgyhogy ezek az én tapasztalataim. Meggyógyult a vastagbélgyulladásom, de erre nem volt elég az étrend, hogy teljesen pontos információt adjak át, mert hiába nem ettem húst már régóta, de nekem a gyakorlás igazából, a Karma Killer Yoga gyakorlat, ez a NAMI program hozza el azt az állapotot, amiben most élek, és jelenleg tökéletesen egészséges vagyok. Én a Hippokratész Intézetben tanultam táplálkozástudományt, de ez nem egy magyar diploma, tehát ezért mondtam, hogy nem vagyok dietetikus. És nagyon, hát mondjuk azt, hogy mindennek utána olvastam. Tehát én nagyon sok angol nyelvű szakirodalmat hallgatok Audibles formájában, úgyhogy nagyon lépést tartok minden trenddel, meg nagyon ott vagyok ebben, mert nagyon érdekel a táplálkozás. Azért, mert nagyon szeretek enni, másrészt meg nagyon fontos az, hogy mit töltök a testembe. Úgyhogy azért mondtam, hogy ez a kérdés, ez nagyon jó kérdés, és nagyon sokszor hallottam már ezt a kérdést a vegán táplálkozással kapcsolatban. És én azt látom, és ahogy utána olvastam, az a kulcs, hogy ha valaki nem vegán, hanem normál táplálkozáson van, az a Standard American Diet-en, amit úgy fordít, azt tulajdonképpen ilyen alap-amerikai étrendnek nevezik, a betű szó az, hogy sad, ami azt jelenti, hogy szomorú. A Standard American Diet-nek ez a rövidítése, hogy sad. És azért amerikai, mert Európában is tulajdonképpen amerikai diétán vagyunk, ez a világ nagy része tulajdonképpen így táplálkozik. Ez jelenti a
azt, amit elmondtam, ez a kevés zöldség, hús, tejtermék, tojás és finomított gabonák. A finomított gabona az azt jelenti, hogy hántolt gabona, azaz megfosztva az értékes tápanyag és rosttartalmától. Ez az étrend, ez nem véletlenül hívják szednek, az a szomorúnak, mert az ember úgy is érzi magát, hogyha ezt teszi. Tulajdonképpen abban lehetne összefoglalni ezt a Standard American Diet, tehát az alapétrendet, ami nem vegán, hogy rost szegény. Ahogy mondtam is, a finomított gabona, tehát a fehér kenyér, stb., meg már eleve a hús, ami nem tartalmaz rostot, a tejtermék, a tojás, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés rost, teljes tápértékű növény, nagyon kevés szerepel ebben a diétában. Ezzel szemben, amikor az ember vegár lesz, akkor rájön, hogy hát mit is lehet enni, tulajdonképpen zöldséget meg, gabonát meg. Ha megvan a magához való esze, akkor ezt is tudja, hogy ezek ne finomított gabonák legyenek. Mi történik? Visszakerül a rost az étrendbe. És amikor visszakerül a rost az étrendbe, két dolog történik. Egy, ez szuper, nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy a rost, az tulajdonképpen érdemes utána olvasni egyébként a rostnak. Én mániákus rostfogyasztó vagyok, és nagyon-nagyon fontosnak tartom. Nem véletlen egyébként, hogy az emésztésem az tökéletes, miután annyi évig beteg voltam. A rost az nem csak, hogy méregtelenít, mint egy kis szivacs kitisztítja tulajdonképpen belülről a testünket, de abban is segít, hogy minden simán menjen belül tulajdonképpen, hogy a bél perisztaltikája újra induljon, hogy ez tulajdonképpen a legjobb dolog, ami velünk történhet, az a rost. De azt mondtam, hogy két dolog történik. Egy, szuper nagyon jó, a kettő pedig az, hogy szuper nagyon rosszul érezzük magunkat. De ez nem a rost hibája, hanem annak a táplálkozásnak, amit előtte folytattunk. Mert hogyha addig rost szegény volt a táplálkozásunk, akkor a bélperisztaltikánk, az egész emésztő rendszerünk gyakorlatilag ellustul. Tulajdonképpen pang, éppen hogy valahogy el van. De amikor a rost bekerül az étrendbe, akkor az ember pont azokat a tüneteket tapasztalja, hogy puffad, szeles, rosszul érzi magát, mert a rostok azok tulajdonképpen nagyon-nagyon óvatosan lehet elkezdeni a rostfogyasztást. És nem az a megoldás, hogyha az ember ezeket a tüneteket tapasztalja a rosttól, akkor abba hagyja a rosttevést, és újra pangjon az egész emésztése. Mert hosszú távon lehet, hogy kényelmesebb egyébként, bár szerintem a székrekedés senkinek, vagy a hasmenés senkinek nem annyira kényelmes, de mindegy. De hosszú távon igazából ez a pangás, ez mindenféle olyan betegségekhez vezet időskorban, mint például rák, vastagbérák, nem akarom sorolni, de hogyha az ember következetesen egészségtelen ételeket fogyaszt, és kihagyja a táplálkozásából azt, ami éltető és egészséges, az enzimeket, a tápanyagokat és a rostot, akkor lehet, hogy rövid távon kibírja, hosszú távon viszont a test ezt nem szokta meghálálni. Úgyhogy én nem arra buzdítanék senkit, hogyha ezt tapasztalja, amiről te is beszélsz, akkor abba hagyja a vegán étrendet, és visszaálljon a Standard American Dietre, hanem azt, hogy nagyon fokozatosan bánjon a rosttal. Azért, mert ez a pangó emésztőrendszer, ez nincs hozzászokva. Úgyhogy én tulajdonképpen arra buzdítanálak, hogy találd meg az étrendedben azt az ideális egyensúlyt, ahogy a rostokkal bánni tudsz. És hozzáadott rostot, hogyha elkezdenél valamikor enni, akkor azt nagyon-nagyon fokozatosan építsd be, akár hónapok alatt. Én nagyon sok rostot eszem, nagyon nagy mennyiségben, és nagyon jól is érzem magam, mert egyrészt telítettséget ad, tehát nem vagyok állandóan éhes, másrészt nagyon jól érzem magam tőle a bőrömben. De amíg eljutottam eddig a mennyiségig, hogy igazán nagy adag hozzáadott rostot tudja kenni a vegán étrend mellett, az hónapokban, majdnem, hogy egy háromnegyed évbe telt, akár egy évbe. Tehát, hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy tarts ki, mert biztos, hogy hozzá alkalmazkodik a szervezetet, hogyha folytatod a rosttevést. Úgyhogy, és később majd még hozzáadott rostot is tudsz adni, tenni az étkezésedhez. Nem tudom, hogy ez hasznos volt-e, de szerintem a nagy ne az az, hogy továbbra is a pangó állapotában tartsd az immunrendszeredet, vagy az emésztőrendszeredet. De biztos vagyok benne, hogy hozzá fog idomulni idővel. Köszönöm.